Kedden este 8 óra előtt Egertől 14 kilométerre 2,7-es magnitúdójú földrengést mértek a Bükkben. A rezgés epicentrum a Bélapád falvától 4 kilométerre volt. Bár a városban kevesen észlelték a földmozgást, szerda délelőtt téma volt a településen. Utólag gondolkozok, hogy valami leesett a polcról, és akkor ráesett a konyha szekrény, vagy szület a pultra ráesett. De akkor még nem gondoltam semmire. A hegy túloldalán felső tárkányban már többen is megtapasztalták a rengést. Volt, aki azt gondolta, felrobbant a kazán, vagy a pincében ledőlt a fölpakolt fa, mást a repülők robajára emlékeztette a hanghatás. Olyasmi, mint amikor a Gripenek mennek valami dübörgés, vagy morgás, nem tudom, ennyit láttam, vagy hallottam. Kinéztem jobbra-balra, nem láttam semmit sem, úgyhogy érdekes volt, mert robajnak tűnt, de nem tudni, hogy mi lehetett ez. Eszembe se jutott, hogy földrengés van. Juhász Attila még korábban nem élt át földrengést, ő az épület ropogására figyelt föl. Mint mondta, nem volt ijesztő, és szerencsére rövid ideig tartott a remegés. Filmet néztem éppen, és akkor elkezdett így remegni. Rövid ideig, nem sokáig, de érezni lehetett, hogy anyukám is mondta, hogy mi volt ez. Szóval mire jutottak egyébként, hogy mi lehetett, vagy utána olvastak el? Mondtam, hogy az biztos földrengés volt. A térségben már a korábbi években is rengett a föld, néhány éve, ahogyan most is, Bükkzsércen és Cserépfaluban is volt hasonló. A 2,7-es erősségű földmozgás több, kisebb erejű jelenség kísérte Szilvásvárattól Cserépváraljáig. A Kövesligeti Radószeizmológiai Obszervatórium emlékeztetése szerint Egerben és Ostoroson utoljára 1925-ben volt erős, 5,3 magnitúdójú rengés, amely károkat is okozott.